Az új székházat még 2018-ban vásárolta meg a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a magyar kormány támogatásával. A felújítási munkálatokat követően mostantól pedig az új irodában várják a gazdákat. Az előző székhelyünkön közölték velünk egy januári délelőtt, hogy ki vagyunk rúgva, amiből következett az, hogy nem tudtuk, hogy hova megyünk. Ugyanaz nap, és itt jön az, amikor azt szokták mondani, hogy a sors is néha ránk néz, de nem beszél arról, hogy a Jóisten is velünk van. Délután még egy fontos személy, akit meg kell említenem, Piricsiné Szabó Judit, fölhívott telefonon, amikor közölte, hogy a múlt évben kapott támogatásoknak a folytatásaként az idei évre is előláttak egy támogatási keretet, tudunk-e vele mit kezdeni. Tehát ha nem ültem volna a székemre, akkor biztos, hogy leesek, mert ez ilyen, még a véletlenekben is ritkán fordul elő. Úgyhogy akkor született meg az a döntés, hogy természetesen tudunk vele mit kezdeni, hiszen akkor van egy lehetőség, hogy székházat vásároljunk, és hogy onnan tovább tudjunk lépni, ahol már kitettek bennünket. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János is részt vett. Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédében kiemelte, hogy Bácska a történelmi Magyarországnak, Jugoszláviának, azután pedig Szerbiának is az éléskamrája volt. Az emberek pedig most is az itt dolgozó termelőknek köszönhetik azt, hogy van mit az asztalra tenni. Örülök annak, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt 30 évben minden történelmi nehézség ellenére ez a nemzetrész megmutatta azt, hogy kapaszkodik ehhez a földhöz, itt képzeli el a jövőjét, mer célokat megfogalmazni, és a legnehezebb történelmi időszakban is kitartott és itt maradt. A legnehezebb gazdasági, politikai, társadalmi és szociális helyzetben is jövőt képzelt el, és ezt a jövőt meg is valósította. Az, aki székházat épít, az, aki épületet épít, az nem a múltban és a jelenben, hanem a jövőben gondolkodik, mondta az épület átadóján Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke gondolatait a nemrég véget ért népszámláláshoz kötötte, amelynek eredményei ugyan még nem ismertek, de a magyar közösség száma valahol 200 és 250 ezer között valószínűsíthető. Van egy szociológiai meggyőződés, amelyik szerint, hogyha egy közösség lélekszáma 300 ezer alá esik, akkor ez a közösség már nem létezik. Én ezt az álláspontot nem osztom, mert ilyen meggondolás szerint, vagy ilyen logika szerint nekünk már 10 évvel ezelőtt se kellett volna, hogy létezzünk. Mi még ma is létezünk, és a jövőre gondolunk. Úgyhogy ilyen szempontból nem mellékes, hogy mennyien vagyunk, de azt gondolom, hogy igaz az a mondás, amelyik szerint nem csak a lelkek száma fontos, hanem a lelkek nagysága. És a lelkek nagyságában az elmúlt 10 év független attól, hogy a lelkek számában kevesebbek vagyunk, a lelkek nagyságában már a többek lettünk, mint 10 év ezelőtt voltunk. Erről szól ez a mai nap is. A szalagátvágást és a pezsgőpukkanást követően Fremond Árpád mondott pohárköszöntőt. Hála jó Istennek 2010 után a magyar kormányban is gyakorlatilag egy nemzeti kormány alakult a Fidesz-KDNP vezetésével, a mai napig tart ez, és a közös építkezést mindannyian folytatni tudtuk. Képezni tudtuk a termelőket, szövetséget tudtunk építeni, székházat tudtunk vásárolni, gyakorlatilag a politika terén, a törvények terén a magyar kormánnyal együttműködve a földtörvényt meg tudtuk erősíteni, tudtunk igazából más törvényeket is, mint az idény munkásokról szóló törvény, vagy a kistermelői rendetet átemelni a szerbiai jogrendbe. Tehát egy szakmai, komoly együttműködés alakult ki, és természetesen kiépítettük a falugazdász hálózatot közösen. Fremond hozzátette, bízik benne, hogy a közös munka a jövőben is folytatódik.